az adatok is mutatják, most statisztika is, hogy elég felemás volt a szereplés. Rengeteg döntetlenünk volt, olyan meccseken lettek döntetlenek, amikor tényleg csak egy-egy apró dolg, pont, vagy pontatlanság miatt nem sikerült a három pontot begyűjteni. Gondolom ez a 11. helynél jobbak is szerepelhettünk volna. Minden bajnokságban, itt az NB2-ben van egy 2-3 kimagasló csapat. Idén is azért tudni vagy sejteni lehetett, hogy egy Zalaegerszeg, egy Gyirmót, azért egy Vasas, aki gyengén kezdte a bajnokságot, de aztán a tavasszal nagyon jó szériát futott. Gondolni lehetett, hogy ők erősek lesznek. Nem számítottunk rá, hogy a Kaposvár viszi tovább a lendület, ahogyan feljutottak NB3-ba, de meglepő módon ők jutottak fel, és jó szerepeltek. Lelátom kezdtem a szezont, hogy tavasszal is, ősszel is többségbe, de hát két szerencsétlen sérülés miatt a két kapustársam megsérült, így kerültem vissza a kapuba. Hát örültem nagyon neki, és hogy végig próbáltam jó teljesítményt nyújtani. Úgy gondolom, hogy helyek közel azért sikerült. Kettős érzések vannak bennem, hogy vége a bajnokságnak. Az egyik kicsit sajnálom, mert most, hogy védtem újra, így kicsit sajnálom, hogy vége a bajnokságnak. Másrészt meg jó lesz pihenni, egy kis kikapcsolódni, illetve az iskolában is várnak rám komoly feladatok, vizsgák, amit jó kell szerepelnem.